Köszöntöm a pécsi körnézőit, tartsanak velünk! Szobrok, festmények aranyos gadányból véget ért az alkotótábor a baranyai településen. Színes zenei választék a Filharmónia nyári programtárházában. Idén is lesznek püspökvári zenésesték. Dunai mosás népviseletben régi sokat hagyományt elevenítettek fel a mohácsiak. Örömtáncosok Szentlőrincen 130-al ropták a táncot az első alkalommal megrendezett találkozón. Újabb alkotásokkal bővült a baranyai aranyos gadányban a horvát kert. A pécsi egyetemi oktató birtokán már évek óta láthatóak azok a munkák, amelyeket a Horváth Csaba által indított alkotótáborban készítenek nyaranta. A szobrok mellett egy tájházat is megnézhetnek a látogatók az aranyos gadányi horvát kertben. Mesefigurák fába faragva, ezek a munkák születtek aranyos gadányban a nyári alkotótáborban. Három fafaragót kérdeztünk arról, hogyan kezdtek el ezzel a tevékenységgel foglalkozni, mi a jó benne, illetve hogy érezték magukat aranyos gadányban. Fülöp Attila vagyok, Bársodvárról, Vajdaság. Hát faragással már imittam ott 15 éve, tehát minden nap művelem a fát. Ide a táborba, ez az ötödik táborom, ha jól emlékszek, az aranyos gadányra, hogy jövünk. Tetszik a hangulat, régi barátokkal találkozunk, mindig jó, kibeszélgessük magunkat, dolgozgatunk. Mesefigurák volt a téma. Engem, hát gyerekkoromban elég sokat nézegettem ezt a rajzfilmet, meg szerettem is, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ezt kifaragom mostan. Még nem faragtam, úgyhogy... De szerintem elég jó sikeredett. Szerintem ez minden embernél más, engemet megnyugtat, mert nem gondolkodok olyankor máson, tehát akkor az, amit csinálok, az van a fejemben, és azzal foglalkozom. De viszont választhattam volna bármit, de a fának engem megfogott a melegségem. Tehát azért nem egy olyan rideg anyag, mondjuk rá, mint a vas, vagy akármi, vagy a kő, tehát ez változik idővel, ez nem olyan, hogyha most is megcsináltuk, hogy ez ilyen fog maradni mindig, ez mindig egy kicsikét fog változni. Puskás Ferenc vagyok, Szerbiából, Zentáról. Hát én is elég régóta, 90-es évek dereka óta faragással foglalkozok valamilyen szinten. Szeretem a fát, egyébként többen kérdezték, hogy csak fa, nem mondom, én szeretek alkotni, az anyag az teljesen mindegy, de nyilván a fa egy könnyen megmunkálható anyag is, az nyilván, hogy közelebb áll hozzánk. Hát több faragó táborban voltam már tavaly is, idén is. Próbáljuk mink odát Szerbiába is szervezni a mi kis táborainkat, nyilván kicsit szűkösebben, de próbálunk, erőködünk egy kicsit vele. Nagyon kellemes, jó baráti társaság, kellemes emberekkel tudjuk, tehát el tudunk beszélgetni, nyilván azért, mert a horvát-szerb szavak az ugye azonosak, szinte meg tudjuk érteni egymást. Jó, nagyon jó csapat volt. Én most a Holló és a Róka mesét próbáltam itten valahogy összehozni. Kaptam, hát ez volt a legbetegebb rönk, tehát a közepe be volt gyúva, és úgy gondoltam, hogy nehogy tűzre kerüljön, és kiváltam egy fotelt, alkottam belőle, hogy annak a támláján van ugye a Holló, a lábtartónak meg a Róka. Kovács Tamás vagyok, Arkányból érkeztem. A kezdetektől részese vagyok a tábornak, 2006 óta, és a stílusvilág az elég változatos, mert annak idején totemoszlopokat faragtam, akkor a gyerekeknek, mint ahogy látszik, a mesefákat, mindenféle megtalálható. A népies motivumoktól kezdve, ugye a tavalyi évben Dr. Bubót, meg magyar népmeséket faragtam, úgyhogy minden évben megvan a maga témája a tábornak. 2002 óta faragással, ahogy végeztem az iskolába, úgy mentem egy fafaragóhoz, így gyakorlatra úgymond, ott kerítésléceket faragtunk, minden formája volt, csak rozetta formája nem volt az első kerek faragásomnak, de a végén belejön az ember. Annak idején az általános iskolában, ennél a fafaragónál jártunk ilyen szakkörre, hogy csináltunk ilyen gipszemberkéket, meg ott is faragtuk az ilyen kis
minek mondták azokat, ilyen kis virágkarókat még annak idején, hogy az iskolában voltak technikaórák, nem úgy, mint most, hogy mi a nevük, digitális kultúra. Annak idején ő hozzájártam szakkörre, és akkor így megmaradt ez a kézművesség. Könnyű megmunkálni, mert apukám mindent vasból akar, én mindent fából akarok, ugye ez. Nagyon jó vele dolgozni, és rengeteg mindent lehet belőle alkotni, úgy, mint a díszítő faragástól kezdve használt itál, pálinka kínálók. Idén festőt is fogadtak a fafaragók. 3 éve ismerkedtem meg Puskás Ferivel, aki miatt ismét elkezdtem festeni, ami nekem régi vágyam volt természetesen, de a gyerekek meg az időm az nem engedte meg sokáig, hogy újra festhessek. Kaptunk egy meghívást ide a Sógadányba, Aranyosgadányba, bocsánat, kitörlitek? Uh-huh. Aranyosgadányba. És elfogadtam, és eljöttünk, és egy hetet itt töltöttünk, ami számomra egy óriási öröm volt, hogy újra kezembe foghattam az ecseteket, ceruzát, meg bármit, amivel képet lehet alkotni, mert igazából nincs egy kialakult stílusom. Használok pasztelkrétát, olajat, zsírkrétát, sőt golyóstollat is, szenet. Én azt gondoltam majd, hogy nagyon fognak zavarni a hangjuk, a sürgésforgásuk, az egész más beállítottságuk. Aztán rájöttem, amire régen vágytam már, hogyha én elkezdek festeni, akkor megszűnik körülöttem a világ. A település önkormányzata támogatja az alkotótábort, illetve az azt megvalósító horvát kertet. A horvát kert az Aranyosgadánynak a gyöngyszeme. Hosszú évek munkája hozott ott létre értéket, és ezek az alkotótáborok mindig megalapozzák ezeket a plusz dolgokat. És azon túl, hogy a művészeti érték itt marad, azon túl nagyon sok barátság, szövődik kapcsolat, egymás segítése, támogatása, tanácsokkal, és ez egy nagyon pozitív dolog a település számára. Mi támogatjuk évek óta a önkormányzat részéről az étkeztetést elsősorban, de hát minden olyan egyéb dolgot, ami ezzel a technikai részével igény felmerül, és hát a parkban is most már a gondozást is próbáljuk átvenni, meg besegíteni, mert hát elég nagyra nőtte ki magát, és hát nagy örömünkre tavaly szeptember 2-án avattuk a Csabának a tájházában a Falu Múzeumot, Aranyosgadány történelmi morzsái című kiállítással, ami egy állandó kiállítás, és hát a Aranyosgadány régi emlékei, használati tárgyak, egyéb ilyen emléket őrző relikviák vannak ott kiállítva. Ez már a horvát kert. Itt a tulajdonost, a tábor ötletgazdáját kérdeztük, elsőként a birtokon kialakított tájházról. Ugye ez annak idején 2 szobás kis házikó volt, de hát rájöttem arra, hogy volt egy tornáca is, amint itt láttátok, azt ki kell bontani. 180 éves körülbelül ez az épület, vele szemben pedig van egy nagy 100 éves kétszintes pince. És akkor az volt a terv az újjáépítésnél, hogy állítsuk vissza, illetve legyen egy tájház benne, amint láttátok is, hogy egy konyha és egy szobából állt az eredeti épület, ezt visszaállítottuk, és eredeti bútorokkal. Az indulás az 2005-ben történt, onnan, hogy Eszék mellett van egy kis település, egy 1000 fős település, úgy hívják, hogy Ernestino, és ott minden évben, most már 50. alkalommal csinálnak egy ilyen művésztábort, és megmondom őszintén, onnan lopta be az ötletet, hogy akkor itt is legyen, voltak horvát barátaink, tehát az indulás az úgy nézett ki, hogy Horvátországból is jöttek szobrászok, akkor ezt fokozatosan bővítettük, akkor Szerbiából, akkor Erdélyből és Ukrajnából is jöttek szobrászok. Imáron ugye már 16-17. Alkalommal csináljuk ezt a tábort most is. 4 horvát szobrász volt, 2 Szerbiából, 2 Magyarországról, 2-t meg nem engedtek el, vagy nem tudott eljönni, mert általában 10 szoktak lenni, és itt hagyják a szobraikat ebben a kertben, ahol, horvát kertben, ahol több mint 110 szobor van. Ennél több alkotás született azonban az évek során. Így a környező településeknek is adományozott a szobrokból Horváth Csaba.
Szabadtéri, templomi és hangversenyteremben rendezett koncertekkel, világhírű előadók közreműködésével várja egész nyáron át pécsi közönségét a Filharmónia Magyarország. Idén is lesznek püspökvári zenésesték. A szabadtéri koncertek mellett a pécsi bazilika hűvösében is kikapcsolódhatunk augusztusban. Tizedik évfordulóját ünnepli a Filharmónia Magyarország idén. A koncertszervező társaság ügyvezető igazgatója Szamosi Szabolcs orgonaművész a sajtó képviselőit tájékoztatva elmondta, ahogy a korábbi években ezen a nyáron is számos programmal koncerttel készülnek a pécsi közönség, illetve a városba látogató turisták számára. Pécset, mint ahogy már az elmúlt években is nagyon sűrűek a Filharmónia Magyarország programjai, és ezek főként a pécsi püspökség köré csoportosulnak. A püspökvári zenés esték már elindult, a sorozata a Danubia szimfonikus zenekarral, de folytatódik hamarosan 7-én, július 7-én egy fantasztikus részfúvós varázssal. Barcsonban egy nagyon régi, hosszú hagyományokra visszatekintő részfúvós tábor, és ezt rendezi a Filharmónia Magyarország idén közösen az alapítókkal, és ennek keretében ennek a tábornak a professzorai adnak egy koncertet, amire még a German Brass szóló trombitása is a vendégünk lesz, tehát azt gondolom, hogy egy igazi részfúvós csemege lesz július 7-én a püspökvári zenés estéken. Mint ahogy Szamosi Szabolcs elmondta, idén is lesznek, sőt már el is kezdődtek a püspökvári zenés esték. Voltak olyan időszakok a zenében, amikor rövid időn belül egy városban korszakos zeneszerzők, előadók és örökzöld dallamok születtek. Ilyen volt 300 évvel ezelőtt Bécs városa, ahol Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert élt és alkotott. Augusztusban, ahogy szoktuk havonta, egy koncerttel zárul a Jazzation a cappella jazz ének együttessel a püspökvári zenés esték a bazilikában, ha augusztus, akkor orgonapont. Az országban itt van a legtöbb orgona koncertünk a nyár folyamán, minden pénteken várjuk orgona koncertre a nagy közönséget, és hát elsőként augusztus 5-én az orgonák éjszakájára is, amikor is délelőtt 11-kor egy zenés hűsítő séta lesz a Zsolnai negyedben, ahol az egyetem hallgatói lesznek a közreműködők és színesítik a sétát orgonamuzsikával, majd délután 5 órakor, ez már talán mondhatjuk, hogy hagyomány, hogy a planetáriumban is muzsikára vizsgálhatják a csillagokat, és este a bazilikában Hollywood fényei címmel érkezik Illényi Katica, Verbai Zsolt kíséri őt orgonán. Azt gondolom, hogy az orgonák éjszakájához méltóan színes és könnyed nyáresti koncertre várjuk az ide látogatókat. Majd péntekenként az orgonapont sorozatba augusztus 11-én egy olasz orgonaművész Silvio Cselegint, két pécsi énekművésszel, Bognár Szabolcsal és Lacák Boglárkával adnak Itália hangulatát idéző Belcanto koncertet egy héttel később, Szférák zenéje címmel Szotyori Nagy Gábor egy szaxofon művésszel ad koncertet, és augusztus 25-én pedig Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság orgonistája, Szirtes Edina Mókussal ad szintén, azt gondolom, hogy egy különleges estet, akik őt ismerik, tudhatják, hogy mennyire átjárás van az ő művészetében a műfajok között.
Szeptember 7-e és 10-e között a Zeneszület Fesztivállal zárul a Filharmónia nyári programkavalkádja. A fesztiválra érkezik a világ egyik legnagyobb tenorjának tartott José Cura, aki múlt évben csatlakozott első alkalommal a fesztiválhoz, és pezsgő, barátságos személyiségével, fantasztikus előadásával kápráztatta el a hallgatóságot. Idén nem csak ének tehetségével varázsol el minket, de karmesterként is közvetíti különleges karakterét. A Kodály Központban két alkalommal, szeptember 7-én és 9-én a panofilharmonikusok és nagyszerű szólisták közreműködésével mutatják be Puccini La Rondine a Fecske című alkotását. A mű hangulata a bécsi operettek világát, a Párizsban és a Rivérán játszódó cselekménye azonban a bohém élet és a kaméliás hölgy történetét idézi. Különleges hangszerelésű szimfonikus kompozíciójában virtuóz könnyedséggel szövődnek bele a korabeli tánczenék, a keringő, tangó, polka, foxtrot elemei. A fesztivál kiemelt hangversenyei itt nem érnek véget, hisz nem zárulhat a programsorozat anélkül, hogy a világhírű tenort ne hallanánk énekelni. Szeptember 8-án pénteken lép színpadra José Cura. A Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen előadásában Mario de Rosé vezényletével Verdi, Bizet, Mascagni és Puccini válogatott művei csendülnek fel. Több százan gyűltek össze idén is a Sokatszrévnél, hogy az úgynevezett Dunai mosás eseményét megnézzék. A hagyomány szerint a családok együtt mentek mosni, így a hagyományosdő rendezvényen a Sokatszkörtől énekelve, táncolva indultak a résztvevők kulturális kavalkádra. Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok. Ők a Dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokacrévhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Ma rendeztük meg a 14. Dunai mosás rendezvényünket, ami egy kulturális nagy rendezvénye, most már Mohács városának is. Bemutattuk itt a hajdanán végzett nagyon nehéz munkát, a Dunán mosást. Az imént láttam, hogy fel is vettétek, tehát azért azt kell tudni, hogy ezt évente kétszer csinálták az asszonyok, tehát egy tavaszi nagymosás volt, és egy őszi nagymosás, ősszel azért kellett melegíteni a vizet, tehát lehoztak üstöket is, melegítették a vizet. Ugye otthon kilugaszták előtte a ruhát lugzóba a hamuval, és utána itt lenne a Dunál mosószappannal, mosófával kimosták, és utána kiterelgették, amit itt most nem láttatok, ilyen nagy terítőket raktak a fűre, és oda kiterítették, és ott szárították, fehérítették, mert a nap az fehérít. Hát utána van egy ilyen kulturális kavalkád, mondhatnám, ahol idén Kökényből a Matusek László Kulturális Egyesület látogatott el hozzánk, ők a meghívottak, Zora Néptánc Együttes, Sokatszkörnek a három csoportja lép fel, és közben a Szabadtűzön főtételek fesztiválja is megtörténik, ugye azért egy gasztronómiát is az olvasókör úgy döntött, hogy be kell vonni. Talán az is egy picit vonza az ide látogatókat, a nézőket. Töltött káposzta fölcserépedénybe, láttam, aki valami mást fő Szabadtűzön. Úgy gondolom, hogy aki ide látogat, az igen színes dolgokban részesül. A nyárra a következő nagy rendezvényünk az augusztus első szombatján a Babfőző Fesztivál. Talán az országos hírű is, tehát ott igen sok ember megfordul, van, hogy 200 cserépedényben föl a bab, bízom benne, hogy idén is nagyon sok résztvevője lesz. A július első hétvégén megtartott program során nehéz, évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyó partján, természetesen hagyományos eszközökkel. A Dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszapanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Ez itt a Dunai Mosás nevű rendezvény, és itt bemutatjuk a régi népszokás, miszerint az asszonyok, illetve az emberek is segítettek nekik ugye kimosni a szennyes ruháikat.
a Duna vizébe. Hát ugye először, akkor bemutatom. És akkor régi, hagyományos szappana, jó, ha szappanozzuk. Félbehajtjuk, még egyszer jó beszappanozzuk, és akkor ugye a pratyákkal, a mosófával elkezdjük paskolni. Akkor ezt befejeztük, kiöblítjük és kicsavarjuk a ruhát. Hát édesapámtól, meg még a Májkom tanította nekem ezt a népszokást, és elmesélte, hogy ők annó még hogy mostak a Dunába. A mosás már pár éve kiegészült a baráti társaságok által készített szabadtűzi főzésekkel is. A mohácsi sokacok a töltött káposztát és a töltött paprikát is illették a szárma elnevezéssel, így mindkét étel rogyoghatott az atyakedényekben. Alapvetően egyszerű étkekről van szó, amit nem kell folyamatosan figyelni, de akár csak a legendás sokacbab, ezek is számtalan variációban készülhetnek. A káposztát főzhetik például csülökkel, füstölt oldalassal, rántással vagy éppen nélküle és még sok más módon. Miközben készült a vacsora, kulturális munsőr szórakoztatta a vendégeket, utána pedig bál következett. A mohácsi sokacok a dunai mosás hagyománya mellett számos egyéb sokac horvát rendezvényt őriznek, melyek közül a leghíresebb a világhírei szertett mohácsi búsoljárás. A hagyományai mellett Mohács város több néptánc együttessel is büszkélkedett, melyek közül többen az idei dunamosás rendezvényen is felléptek, különböző koreográfiákat bemutatva a közönségnek. Én az Zora Néptánc Együttes tagja vagyok, és szoktuk képviselni Mohácson a dunai mosást. Minden évben itt vagyunk szinte, és idén is eljöttünk, és bosnyák táncokat fogunk táncolni. Közösen koptatták a parkettet az örömtáncosok Szentlőrincen, a településen első alkalommal megrendezett örömtánc találkozón több mint 130-an vettek részt. Először adott otthont az örömtáncosok találkozójának Szentlőrinc. Az egyre népszerűbb, már országosan kedvelt mozgásforma remek kikapcsolódást nyújt a táncosoknak. A mai rendezvény első itt Szentlőrincen, több mint 130 örömtáncossal az ország különböző részéről jöttek táncosok, Budapestről 70-en, és az én táncosaim Bolyból, Pécsről, Szigetvárról és a helyiek Szentlőrincről. A szentlőrinci találkozóra a budapesti Anna Mánia tánccsoport tagjai is örömmel érkeztek. A Szentlőrinc egy nagyon-nagyon jó csapat, olyan szépen fogadtak minket, hogy azt el sem tudom mondani. Tehát sorfalban, mosolyal, süteménnyel, zászlóval, olyan nyitott szívvel, hogy öröm volt belépni. Nekem már a vasútállomás is nagyon tetszett, de amikor itt ez a hangulat fogadott minket, a lelkünk megnyugodott, hogy jó helyre jöttünk. A táncosok elmondása alapján az örömtáncnak a jó hangulatú próbák és találkozók mellett több pozitív hatása is van a résztvevőkre. Közel 6 éve örömtáncolok. Számomra nagyon fontos, mert egy olyan közösséget találtam, ami a nyugdíjas éveimben egy rendkívül jó elfoglaltság, mindamellett szellemi, fizikálisan karbantart, barátságok szövődnek, nagyon sok tánctalálkozón vettem már részt az egész országba, táboroztatnak az oktatók, ahol szintén itt-ott részt veszek. Nagyon ajánlom mindenkinek ezt a mozgásformát, aki eddig még nem próbálta ki, hiszen a mozgás öröm agytorna összességébe, ami a szívünket, lelkünket karbantartja. Szentlőrinc polgármestere Koltai Péter örömmel támogatta a kezdeményezést, amelynek fontos közösségépítő szerepe van. Azt gondolom, hogy bármilyen település legyen szó, az emberek a lényeg a településen, nem az infrastruktúra, és azok a közösségek, amik itt kialakultak nálunk is, a civil szervezetek és akár ez a szervezet is, ez előre viszi a
város életét, az emberek életét. Nagyon jó kis közösség van, és azt szerettem volna, hogyha nem csak a szentlőrinciek tudják azt, hogy van ez a jó kis közösség, hanem messzebbről is ezt megtapasztalják, és azért mondtam én az elmúlt időszakban is többször, hogy bármilyen rendezvény van, mi szívesen adunk otthon, hogy ők is helyet találjanak, és egymással tudjanak kapcsolatot létesíteni, és megismerjék egymást. A táncosok közül mindenki a saját módján ismerkedett meg az örömtánccal. A Covid elején találtam az interneten ezt a lehetőséget, akkor pár évig ugye nem működött, és tavaly október óta van rá lehetőségem, hogy csináljam. Nagyon szeretem, mivel eddig az egész életem során mindig a táncos torna volt, ami működött nálam. Többek a nyugdíjas éveiket megillető szabadidejüket használják fel a számukra lehető legkellemesebb módon. Nagyon egyszerűen és nagyon úgy, mint sokan többekkel együtt. Nyugdíjba kerülésem után kerestem a lehetőséget, hogy mivel tudnék foglalkozni, mivel tudnék örömet szerezni, akár magamnak, akár a táncos társaimnak, és nekem ez nagyon-nagyon jó elfoglaltság, amellett, hogy kikapcsol, az egészségre is jótékony hatással van mindannyiunknak. Az örömtáncosok mindenkit szívesen látnak, akik a dallamok ritmusára vezetnék le az energiájukat. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!